azt számoltuk, hogy lényeges csökkenést tudnánk ebbe orvosolni. Zsikó Zoltán a fesztiválok rendezéséért, a Babits Mihály Kulturális Központ működtetéséért felelős Szekszárdik Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója beszámolt a tavalyi évről, a költségekről, és bemutatta a 2020-as üzleti tervüket is. Az igazgató azt is felvetette, milyen területeken lát esélyt a költségek csökkentésére, és arra is kitért, hogyan lehetne még hatékonyabban magas színvonalon működtetni az intézményeket, lebonyolítani a rendezvényeket. Erről tárgyaltak a bizottság ülésem. Átgondolással, a szervezés még jobb, vagy még nagyobb fokú racionalizálásával szerintem komoly tételeket lehetne megsporolni. Felvetődött például, hogy a takarítást más céggel olcsóbban kellene megoldani, ahogy az is, hogy kevesebb, olcsóbb fellépőket felvonultató rendezvényt szerveznek 2020-ban a Tolnai megyeszékhelyen. Csötönyi László, a bizottság elnöke azt mondja, a Szekszárdi Hall és Vad ünnep, a Hári János Mesefesztivál és a Szekszárdi Születi Napok biztosan meg fognak idén is valósulni, de a többi városi rendezvény sorsa még képlékeny. Az ügyvezető igazgató már jelezte, hogy a három nagy rendezvény ebből a kalkulált összegből megvalósítható. Mivel ezt az üzleti tervet elfogadtuk, ezért biztosan állíthatom, hogy meg lesznek ezek tartva. Ugyanakkor a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság kérte az ügyvezető igazgatót, hogy a megtakarítási lehetőségekről számoljon be. Nyilvánvalóan ezt majd mi is meg fogjuk hallgatni, és ennek tükrében fogunk majd dönteni arról, vagy javaslatot tenni a közgyűlés felé, hogy melyik rendezvényeket gondoljuk megvalósíthatónak, vagy esetleg hol lehet a nadrágszíjat meghúzni. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Tavaly 249 millió forintot kért az önkormányzattól a feladatai ellátásához, a városi rendezvények lebonyolításához. Idén pedig 261 millió forintot igényelne ugyanerre a célra.